Az Aliz esete Csodaországgal című előadásban sok minden történik, akár egy próba folyamat alkalmával is. Véli a darab alkotó gárdája. A produkcióban részleteiben jelenik meg Carol Lewis regénye, azonban egy színházi keret története is van. 38 és 13 éves kor közötti gyermek játszik benne. Vajda Júlia Aliz karakterét formálta meg. Ő egy nagyon élénk, energikus személyiség, és nagyon szeret felfedezni mindent. Miből táplálkoztál a karakter megformálása során? Hát legtöbb minden magamban van eleve, de a rendezők nagyon segítettek, hogy hogyan kell eljátszani. Papavit Dániel az idén csatlakozott a diák színpad csapatához. Hallottam, hogy dicsérik, hogy itten minden szuper, és ki is akartam egy picit próbálni színészkedni. Én vagyok a kerkenyú, hát a próbálkozó körülbelül mindig ugyanúgy mentek, mindig megyünk jelenetekkel és jelenetekkel tovább, amíg a végéig el nem jutunk, és akkor újból. Az előadás tulajdonképpen a színházról, a diák színpadról szól. Arról, hogy mi történik a próbán, mi a szépsége egy próba folyamatnak, mik a kerékkötői, mesélt a rendező. Tulajdonképpen a kerettörténet viszi a prímet, az Aliz, az pedig csak ezért is az a címe, hogy Aliz esete Csodaországgal, mert hogy az csak hát ad mégis egy színpadi formát annak, hogy hogy néz ki tulajdonképpen egy színház, de tulajdonképpen a színház az, amiről szól maga a darab. A Színes Szilánkok diák színpad júniusban egy munkabemutatót, majd ősszel bemutatót tart. Az Abigail című regény adaptációját készítik a fiatalok, a nyári szünidő alatt pedig ismét diák színpados tábort szerveznek majd nekik.